a lehetőséget. Rég beszéltünk, kb. Egy éve volt utoljára interjúnk. Így van, de hát azért nehogy azt gondolják a mi nézőink, hogy egyébként nem beszélünk, beszélünk, csak nem mindig adódik a lehetőség arra, hogy így szemtől szembe kamerába. Milyen érzés volt itt a Gyémántfürdőbe felépni? Még nem tudom, hogy jártatok már el. Ha őszinte leszek, mindig, amikor ilyen fürdős buli van, az nekem egy picit vicces, de nagyon jó. Tehát ilyenkor szívesen cserélnék, megmondom őszintén a nézőkkel, mert azért ők most nagyon jó helyzetben voltak. Napsütés, lehet barnulni közben, ott a vízre, a hullám is nyalogatta őket, tehát nem rossz ez a helyzet. Itt sokkal jobb volt egyébként, mint általában az eddigi fürdős buli, ugyanis a színpad, ahova kitalálták, nagyon jó helyen volt. Volt egy kis szellő, és azon a részen, ahol én álltam, ott hál' Istennek árnyék volt, úgyhogy gyakorlatilag azért annyira nem volt zűrös. Sárváron ilyen termálfürdőkbe jártunk már többször, a tavalyi évnek volt nagy divatja ez a fürdők éjszakája, és akkor ott tartottak diszkót, bulit. Na, az sokkal viccesebb, amikor egy beltéri helyen vagy, ahova föltesznek egy kis színpadot, és gyakorlatilag velünk szembe a termálvízbe így álltak az emberek, mint a kis helyes fűslik egymást. De nagyon jó a bulisztak egyébként, csak az tényleg egy sokkal, sokkal komikusabb szitu, azért ez így tényleg nagyon klassz volt. Én úgy gondolom, hogy itt neki nagyon jól érezte magát, még én is a meleg ellenére, és azt láttam, hogy az emberek abszolút vették alapot, tehát volt kedvük bulizni, volt kedvük énekelni, utána még egy kis autogramoztásra is maradt. Ugye a fotózás már egy kicsit ilyenkor viccesebb, mert ugye ők fizesek, én nem szeretnék az lenni, de megoldottuk. Mindenre volt lehetőség. Így van. És így magáról a Gyémántfürdőről mi a véleményed? Hát amennyit láttam belőle, az teljesen jó. Akkor nem fellépte. Nem vagyok nagy strandolós, bevallom őszintén, nem vagyok nagy strandolós. Ezzel együtt imádom, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben ilyen fantasztikusan hatalmas a tudott a fürdőkor kultúra, hogy rájöttek, hogy az embereket itt sokkal jobban ott lehet tartani egy-egy fürdőhelyen, hogyha extrázunk egy kicsit, mint ahogy itt ez a hatalmas hullámfürdő, hogy van, látom, úszó is, ahol úszni tudnak azok, akik sportszerűen, vagy esetleg egyszerűen az esik jó nekik. Gyerekmedence, élménymedence, rengeteg büfé, gyakorlatilag egy ilyen teljes wellness napot tudnak eltölteni akkor, hogyha eljönnek ma a fürdőkbe, és ez egy nagyon jó dolog. Utazáskor én is nagyon szeretem, gyakorlatban mikor így van időnk 3-4 napra elutazni valahova egy kis pihire, amire hál' Istennek szükség van, mert sok a teendő hétvégenként, akkor mindig országon belül maradunk, mert annyi csodaszép hely van itt Magyarországon, többek között itt a Tatabányán a Gyémántfürdő, hogy nem kell mennünk messzire. Belterjesen csodaszép helyeket lehet találni. Nyaralni hol voltak? Hát gyakorlatilag ezek a 3-4 napok maradnak, mivel a kislányunkkal, abban a szerencsés helyzetben, hogy a 19 éves kislánynak nem mondható nagylányunkkal még mindig együtt nyaralhatunk, mert neki van kedve, és ő azt kérte, hogy menjünk tengerpartra, úgyhogy volt 5 napunk az olasz tengerparton. Nagyon rövid volt. Nagyon jó, de nagyon rövid, és már amikor jöttünk haza, sajnáltuk, hogy gyakorlatilag az pont annyi idő, hogy az ember úgy kezdje beleélni magát a hangulatba, és már el kell jönni, de hát elszólított a munka, úgyhogy jövőre megpróbáljuk ezt úgy tervezni, hogy legyen legalább egy 10 nap, és még lesz Balaton, és még egyszer Balaton, ennyi jut a nyárba, de hát ahogy említettem már az előbb is, mi amikor lehet, például novemberben van mindig az évfordulónk, akkor 5 napra mindig elmegyünk, februárban a szülinapom, akkor mindig elmegyünk, májusban a Robi szülinapja, akkor is megyünk, nyáron megmaradnak ezek a 3-4 napok, szerintem ez így teljesen perfekt. Ha már említetted a Balatont, most jöttetek haza a tánctáborból, melyetek... Zseniális volt, egyszerűen. Komolyan mondom, nem találok szavakat, mert 24 éve táborozunk, és mindig minden évben, amikor vége a tábornak, akkor van az emberben egy kis ilyen egyik szemem sír a másik nevet, mert nagyon jó volt, de közben annyira hamar lepörgött, hogy olyan kár, hogy vége, úgy kezdenénk előről. De ebben az évben a pont ugyanígy a fellépéseknek köszönhetően sikerült találnom egy új helyszín Balatonföldváron, ez a Hotel 3 hattyú, ahol most voltunk. És hát az hihetetlen sokat tett hozzá. Nagyon jó csapat állt össze, most először volt arra lehetőség, hogy nem csak gyerekek jöhettek a tánctáborba, akik táncolni szeretnének, hanem jöhettek Zoltán Erika fanklubosok is, akik vagy imádják ezt a zenét, vagy a hangulatot, vagy adott esetben bírnak engem, mert én lenne ez így.
4 órát, és együtt buliztunk rengeteget, úgyhogy sajnálhatjátok, hogy nem voltatok ott. Kameraman nőnek is mondom. Kameramumennek és kameramannak, hogy bizony, ezt nem szabad kihagyni. Csodálatos volt a helyszín, közvetlen Balatonparti szálloda, gyönyörű szép parttal, ráadásul kutyát is lehet hozni, tehát akik kutyások, akkor azt is lehet. Egy nagyon jó kis kültéri medencével, hatalmas grillterasszal, 3 nagy teremmel, ahol táncolhattunk, egy óriási nagy bálteremmel, ahol minden este bulizhattunk, külön étteremmel, olyan kaját készítettek nekünk, hogy mindenki attól volt rossz, hogy állandóan enni akart, még enni akart. Mindent megtettek, hogy mi nagyon jól érezzük magunkat. Ehhez az volt a szerencse, hogy egy olyan jó hangulatú csapat verődött össze, hogy gyakorlatilag első este már megvolt mindenkiben a jó kapcsolat, és attól, hogy ilyenkor zárt körben csak mi vagyunk a szállodában, ez ad az egésznek még egy olyan pluszt, hogy a második, harmadiknak már mindenki mindenkit ismer, már minden gyerek hozzászól egy felnőtthöz, bátran a segítséget kér, és ettől nagyon jó volt. Úgyhogy jövőre ugyanitt leszünk, ugyanúgy július utolsó hetében, úgyhogy fölhívom a Pop-Pop Extra blog nézőit, hogyha szeretnének tánccal egybekötött balatoni nyaralást, ahol aztán a kaja zseniális, és egyébként nem lehet meghívni, mert tartunk aerobikot, tehát bátran lehet enni, mert megpróbáljuk ledolgozni, hogy azért ne legyen ebből probléma a későbbiekben. Már most lehet jelentkezni, szeptemberben ki fogok jelentkezni. Ezen kívül jubilátok is jövőre. Én állandóan jubilátok. Imádom az évszámokat, igen. Is, ugye, mindig van valami, bizony. Tavaly ünnepeltük Robival a 25 éves évfordulónkat, de én ebben az évben már 30-at ünnepelhetek, és hát az nem az életkorom, sajnos. De mindegy, szóval ez az, hogy 30 éve vagyok a pályán, hiszen 86-hoz képest, ugye 2016, nagyon régóta szűkítem a hajam. 30, és ez 30 tartalmas év, amit már 2 koncerttel eddig ünnepeltünk. Pénteken volt Egerbe, hihetetlen jó hangulatú volt. Egyébként is gyönyörű a Szépasszonyvölgyi terület is, meg maga a szabadtéri színpont. A tábor első napján az egész brigád átjött velünk Küszfőre, ahol szintén élő koncertet ünnepeltünk. És most még egy kicsit hezitálunk, hogy ebben az évben csináljuk-e meg a Nagypestit, vagy esetleg áttolódik februárra. Erről a legközelebbi beszélgetésünk alkalmával fogok nektek bővebbet mesélni, mert pont holnap lesz emiatt egy megbeszélés. Nem szeretném, hogyha nem hagynánk elég időt arra, hogy az embereknek ez eljusson az info megfelelőképpen, és gondolják úgy, hogy bizony ezt a budit nem lehet kihagyni, hogy ezt még meglátjuk. És hogy láttad a táborozók arcán, hogy mennyire motiválta őket az, hogy beled mehettek az első nagy koncertre, így a első napján? Hát mindenki hihetetlen jól érezte magát, volt 2 kis buszunk, 2 kis, hát 2 ilyen 50 személyes busz, ami jó alaposan tele volt, és kaptak egy külön lekerített kis részt, ahol csak ők voltak, megkapták ezt a jó kis I Love Retro szíves és lufikat, úgyhogy én láttam is őket a színpadról, hogy hol az én kis csapatom, és hát természetesen mondanom se kell, hogy hihetetlen hangulatot tettek hozzá, hiszen voltak több mint 100-an, és jó hangosak voltak. A 25. táborra készültök valami nagy áttöréssel, valami különleges dolggal, vagy Ez így jó, ahogy van. Vannak bizonyos dolgok, amik, hogyha jól működnek, azon nem kell változtatni. És ez működik baromi jól, ahogy ez ki van találva, a gyerekeknek a napi 6 táncóra, de hát Melcsi tudja, hiszen ott volt, és levegőt nem kapott, azért nem tudtunk tavaly egész héten interjúzni, mert arra nem volt ideje, hogy egy egészséges, nagy, mély levegőt vegyen. Reggel 3 táncóra, délután 3 táncóra, közben a jó kis kaják, néha egy kis röhögés, itt ottam ott, aztán jön az esti buli, azt hajnal 2-kor nagy nehezen, ha sikerül bezárni, akkor sem. Most nem sikerült, egyik este se, fönn voltunk hajnal 4-ig, úgyhogy hát aludni marad a legkevesebb idő, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan jól működő rendszer, ezen nem kell változtatni. Akkor jövőre is mehetnek a fanklubosok is? Így van. Így van, és azért fogom az oldalék a fanklubosoknak is, és hát ezen keresztül akkor a Pop-Pop Extra blog olvasóinak, nézőinek is megmondani, hogy mikortól lehet jelentkezni, mert hát adott a létszám, de 120 embernél több nem fér el, a körülmények akkor lesznek kényelmesek, hogyha ha megmaradunk annál, hogy egy szobába 3 embernél nagyon ne kerüljön több. Már gondolkoztak azon, hogy mi van akkor, hogyha hatalmas területre beengedünk egy-két sátrat, de nem biztos, hogy az. Ezt még nem tudjuk, majd meglátjuk a jelentkezések függvényében, de az biztos, hogy akik most ott voltak, és most 110 voltunk, azok azt mondták, hogy már írjam be őket jövőre.
Ha így gondolkozunk, akkor gyakorlatilag 10 helyünk maradt. Igen, nincs már meg. És már itt vagytok, 4-en. Így van. Már csak 6. És aki nem szereti a táncot, annak is javasolnád a tábor, vagy? Hát én azt javasolnám, hogy aki nem szeret a táncot, csinálni egy alapos fejrázást. Takarítsa ki az elmét. Táncot, hanem nem szívesen csatlakozni. Igen, igen, látod. Igen, vagy. A tánc az egy olyan dolog, főleg ugye 26 év tapasztalat alapján már egész nyugodtan és bátran elmondhatom, hogy akik jártak hozzánk a 26 év alatt, azok javarésze, minimum 80%-a nem foglalkozik már rég a tánccal, de hogy adott nagyon sok jót, nagyon sok pozitívumot, egy bizonyos fajta felszabadultságot, tehát nagyon-nagyon sok gátlást elvisz a tánc, akkor is, hogyha nem lesz belőle profi táncos, ha nem a profizmusra törekszünk, csak arra, hogy a zenét tudjuk összepasszintani a jobb és a bal kezünkkel, és egy picit a saját testünk koordinálását helyre teszi. Úgyhogy én mindig mindenkinek azt javaslom, hogy addig nem mondjuk azt, hogy nem megy, amíg nem próbáljuk ki. Hát ez biztos, igen. Ugye? Igen, van a passzmára. Na hát akkor a végére egy kis nyelvtörő. Így van. Jesszusom, mindig kérdődött. Te találtad ki. De lehet, hogy nem tudom kimondani attól. Dehogy nem. Meg kell próbálni. Azt mondtad nekünk, igen, hogy minden egyes interjú alanyunkkal mondassuk el. Most te következel. Ötször egymás után, amilyen gyorsan csak tudod, a pop-up extra. A blog is kell hozzá, vagy csak pop-up? Csak pop-up extra. Na várjál. Pop-up extra, pop-up extra, pop-up extra, pop-up extra, pop-up extra. Tudod, még egyszer. Pop-up extra, pop-up. Nem, akkor nem lesz értelmes. Akkor nem lesz értelmes, pop-up extra, nem lesz pop-up extra, pop-up, vagy nem megy. Ennek megvan a maga BPM száma, amivel működik. Én abban mondtam zenészként. Én meg annyira kérnék, hogy üzennél valamit a követőinknek. Hát természetesen azt, hogy abban ne hagyják a követést, hiszen ez az az oldal, amit folyamatosan követni kell, ahol folyamatosan találkozhattok olyan ismert és népszerű előadókkal, akiknek esetleg érdekes mondani valója van számotokra. Remélem az is fontos volt, amit én elmondtam, és remélem, hogy minél hamarabb találkozunk a Pop-Pop Extra Blog kamerája előtt. Nagyon szépen, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Csak! Itt vágtam meg! Helyszínt a Tatabányai Gyémántfürdő biztosította.